fekvőkerékpáron látható, ez a negyedik példánya, a negyedik továbbfejlesztett váltóata. Erről Sturmey Archer agyváltós láncváltó van, ami azt jelenti, hogy három sebességes agyváltóhoz szervesen kapcsolódik egy 8 sebességes láncváltó. Erről csak egy kerék van. Így néz ki előre az egész. Kilométer óra. És van rajta fék váltókkor. A láncvetés így néz ki. Ülés magassággal hálítható. Rugózik. Itt van a kormány része. Van a Sturmey Archer láncváltós agyváltónak a agyváltó része. Kilométer is van rajta. Kilométer óra. Úgyhogy megugtattam egy kicsit a csövet, ami előre megy, és nem olyan magas, már most 20 centi magasságkülönbség van az ülés és a hajtókkal tenger között, tehát hajtókkal tenger 20 centi van magasabban, mint az ülésnek az alja. Úgyhogy ezt szírják a szakirodalomban.